üdvözlünk mindenkit, ez itt a Számok és Tények, ahogy azt már megszokhatták, és hát a vendégeink sem fognak sok meglepetést okozni, bár most csak rajtam kívül ketten gyűltünk össze, de azért szerintem így is kielégítjük majd a nézői igényeket. Kovács András, az Origó újságírója. Szerbusz, jó estét kívánok! Illetve Magyari Sándor, a posztok.hu egyik alapítója, és mint ahogy a legutóbbi adásban megtudtuk, egyébként kampánytechnikai szakember is. Jó estét, tanácsadó. Igen. No, egy kicsit utaljunk mi is vissza azért az elmúlt választásokra, azért ezt a sikert nem lehet elégszer megünnepelni és körbejárni, és mindig elhangzik, hogy tényleg a nagy siker után, a nagy győzelem után kell különösen szerénynek lenni, de azért álszerénynek sem érdemes különösebben tűnni, és valóban egy ilyen elképesztő siker után, hiszen most már, ha minden igaz, akkor a 100%-os feldolgozottsága is megszületett a voksoknak, tehát minden egyes beérkezett szavazatot megszámoltak. Így tehát kiderült, hogy 1990 óta, tehát a rendszerváltoztatástól számolva soha nem fordult még elő, hogy ekkora felhatalmazást kapott volna politikai család, párt, közösség, mint a Fidesz-KDNP. Ugye egészen pontosan nem fogom tudni, hogy a 3.057.000 pár száz környékén van ugye a megszámolt voksok és beérkezett és Fidesz-KDNP-re adott voksoknak a száma. Soha nem fordult elő, hogy 3 millió szavazatot kapott volna egy politikai család, és talán ebben nem mondok igazat, de remélem, hogy igen, nem rémlik az sem, hogy ekkora különbség lett volna első és második helyezett között, ami a befutást illeti. Vagy talán volt, erre volt, volt ugye? Volt példa. Na hát akkor még úgyis így előkerül, mert akkor, de abban megállapodhatunk, hogy ami a támogatottságot tekintés illeti, arra még nem fordult elő, hogy ekkora lett volna, és hát ugye sokan azt hitték, vagy mi is hihettük, hogy a 2010-es valóban kicsit földindulásszerű jobboldali győzelmet már nem lehet felülmúlni, ugye mind 14-ben, mind 18-ban, főleg 14-ben, de jóval kevesebb voksot kapott a Fidesz-KDNP, de most ezt is sikerült felülmúlni, és akkor már azt is tudjuk egészen pontosan, hogy 135 mandátuma van a Fidesz-KDNP-nek. Végül a Mi Hazánk ugye lecsúszott egy mandátummal, tehát 7 helyett 6 mandátumuk lesz. Ha, talán nálad olvastam, hogy 350 szavazaton múlt, ugye azt, hogy a Mi Hazánknak nem lesz. Nagyjából. Még tényleg az egy pár mondatban érdemes így egy végső értékelést adni ennek az eredménynek, és aztán akkor aktualizáljuk magunkat, Sándor. Hát egy néhány bulvárosabb jellegű adatot mondanék. 1168 fővel többen szavaztak a Fideszre, mint az EU-tagságra 2004-ben például. Azért elég egyöntetű volt a nemzet döntése. Egy jeles ellenzéki, nem is tudom megmondani, ember humorista, Bödőcs Tibor választó körzetében is nagy győzelmet aratott a Fidesz, tehát mindenféle aknamunka ellenére Bucsú Szent Lászlót is bevette a Fidesz, ott Nagy Bálint képviselő úr győzött 61,07%-os arányban, én is gratulálunk neki. Illetve volt még egy érdekes mérés, igaz, hogy Márki-Zay Péter és Orbán Viktor volt összehasonlítva, sok kritikát kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok körében nem népszerű a Fidesz, és nem népszerű a jobboldal, nem népszerű Orbán Viktor, de ez nem igaz, mert a 18-22-es korosztályban Orbán Viktor 56% szerint alkalmas az ország vezetésére, míg Márki-Zay csak 35% szerint, illetve a Márki-Zay által reprezentált ellenzék, és még egy érdekes ezzel kapcsolatban, a 40-től 49 éves korosztályban 70%-os volt Orbán Viktor támogatottsága, és csak 22%-os Márki-Zay Péter támogatottsága. Azért érdekes, ebben a generációban tartozom én is, mert mi már felnőttek voltunk akkor, amikor a 2002-es kormányváltás követő jelenségeket tapasztaltuk, tehát van összehasonlítás a mi generációnknak, és szerintem erre vezethető vissza az, hogy ilyen elsőprő támogatottsága volt Orbánnak Márki-Zayjal szemben ebben a korosztályban. Igen, ez teljesen alátámasztja a valós tapasztalataimat nekem is, hogy valóban a kormánypártok legstabilabb rétege ez a 40-től 60 éves korosztályig, mert ők, akik még jelenleg is dolgoznak, jelentős részük dolgozik, de ez a korosztály megtapasztalta a Gyurcsány kormány idején azt, nagyon sokan közülük, hogy elvesztették az állásukat, vagy aki mondjuk a 60-as korosztályba tartozik, az mondjuk a Horn kormánynak a áldásos működését is tapasztalhatta, és az utána lévő Orbán kormánynak a tevékenységét. Ne feledjük el, hogy akkor is körülbelül 10-12%-os munkanélküliségi rátával vette át az első Orbán kormány
ország vezetését. És 28%-os inflációval. Igen, pontosan, és ez vitte le ugye 5%-os munkanélküliségi rátára, az infláció, mert akkor emlékeim szerint 7-8% volt talán. Tehát lényegesen kisebb. Ez itt a lényeg. De itt van még egy nagyon fontos dolog, amit nem említettünk. Ugye itt a műsorban is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy egyesek megpróbálják a választásnak az egész folyamatát olyan kontextusba helyezni, hogy itt valami brutális nagy csalás készül. Bármi is lesz az eredmény, csalt a kormány, csalt a Fidesz. Ennek ellenére a legfontosabb hír szerintem az, hogy a választás eredményét senki nem támadta meg bíróságon. Amit nem egészen értek az ellenzék részéről, hogy ha én belefogok egy projektbe, azt legalább vigyem végig. Még akkor is, hogyha nincs értelme, de ezzel ismételten bohócot csináltak magukból, mert legalább én vettem volna a fáradtságot az ő helyükbe, hogy minden egyes választókerülben megtámadtam volna a bíróságon a végeredményt. Valószínűleg ez egy 5-10 nappal húzta volna el a jogerőssé válás idejét, de akkor is elég furcsa, hogy ilyen gyorsan feladták ezt a dolgot, pedig hónapokon keresztül semmi más nem hallottunk, hogy csalni fognak, azért kell mindenhova szavazó delegáltat küldeniük, mert csalni fognak. Hát csalásnak úgy tűnik, akkor semmilyen nyoma nincsen, hogyha még ők maguk se tettek, nem indítottak eljárásokat, amiket pedig megígérték korábban, hogy a legvégső falig elmennek. Pont, ez a 20 ezer ellenzéki szavazatszámláló volt az, aminek döntő szerepük volt ebben, hogy ez nem történt meg szerintem, mert Mérő Lászlótól kezdve még egy néhány ellenzéki ikon is elment ilyen kis településekre, és azt tapasztalták, hogy a fideszes delegáltak partnerek voltak velük, és csalásnak semmilyen nyomát nem találták. Azt találták, hogy a legkisebb falvakban, és a Mérő László pont erről beszélt, hogy 20-30% körüli támogatottság volt az ellenzék, tehát oda is eljutnak a hírek, tehát nem igaz az a narratíva, amit a körúton belül használnak, hogy a vidéken valóban ostoba és tágazott emberek vannak, mert ez nem igaz. És igazából pontosan ez a 20 ezer szavazatszámláló miatt szerintem, és az ő visszacsatolásuk révén történt meg az, hogy nem történt semmilyen fellebezés, semmilyen eredménye lesz, mert a sajátjaik látják a saját szemükkel, hogy nincs okuk rá. Ezt elő is akartam hozni, mert erről is érdemes beszélni, hogy az elmúlt 12 évben azért megszokhattuk, hogy az ellenzék folyamatosan arra hivatkozik egy-egy választási bukta után, hogy valójában ez azért történhet meg, mert kisebb-nagyobb mértékben ugye a Fidesz elcsalja a választásokat. Ugye kicsit azért a logika ott szenvedett némi hajótörést, amikor mondjuk egyszer-egyszer mondjuk időközi választáson, vagy akár az önkormányzati választáson ők arattak sikert, úgy tűnik, hogy arra az egy-két napra felvirrat a demokrácia fényes napsugara Magyarországon, aztán kihúnyt és megint átvette a választási csalásoknak az időszaka az irányítás. No, de tényleg az, hogy minden egyes választó körbe sikerült küldeni ellenzéki szavazatszámlálót, szerintem ennek is köszönhető, hogy én úgy látom, hogy mintha ez az ellenzéki kommunikáció óvatos visszavonulásba kezdett volna, ami a választási csalásokat illeti, mert már, hogyha meg is említik a csalásokat, mindig azt teszik hozzá, hogy hát csalás persze történt, de nem a választás napján. Tehát mindig ezt mondják, mert hát ezt már nem tudják fönntartani továbbra, ugye pont a saját szavazatszámlálóik miatt, hogy nyilvánvalóan azt mondják, hogy van csalás, na de hát nem a választás napján történik ez. És ha már Mérő Lászlót behoztad, bár azt szerintem egyöntetően megállapíthatjuk, hogy az összbaloldali megállapítást nem fedi le Mérő Lászlónak a elhangzott mondatai, de azt be kell látni, hogy valóban elég önkritikusan és beismerőleg fogalmazott. Ugye még azt is hozzátette egy nyilatkozatában, hogy nem a vidékiek agya volt és van átmosva, hanem éppenséggel a budapesti ellenzékiek agya van átmosva, és azt gondolják, vagy éppenséggel nem gondolnak erről semmit, hogy a magyar vidék állapota ilyen teljesen számukra felfoghatatlan, elképzelhetetlen és befogadhatatlan. És ennek csak egy utolsó mondat, szerintem ti is olvasgattatok pár beszámolót erről. Ellenzéki szavazatszámlálók, talán ez annak a Facebook oldalnak a neve, ahol ugye rémülten osztják meg egymással és közönségükkel az egykori szavazóköri számolók azt, hogy mivel szembesültek ők vidéken. És hát ezáltal mondhatjuk, hogy köszönetet is kéne nekik nyilvánítanunk, hiszen nagyon erősen hozzájárulnak már most ahhoz, hogy 2026-ban is kétharmados győzelme legyen a Fidesznek. Szóval mit szóltok ehhez, hogy tényleg így rövidre fogjam, mit szóltok ehhez az ellenzéki kicsit beismeréshez, kicsit nem beismeréshez. Karácsony Gergelynek is volt ugye egy friss nyilatkozata, amiben azt mondta, hogy aki nem néz ezzel szembe, hogy mekkora bukta volt, valami ilyesmi fogalmazása volt, az pszichopata, és ilyen hasonló dolgok. Hogy megy ez a gyászmunka az ellenzék részéről szerintetek? Az ellenzéknek szerintem a
az lenne az igazi fordulópont, hogyha azt ismernék be, hogy az az egész kommunikációs rendszer, amit felépítettek a államcsőttől, a teljes elszegényedésen át, az ország mélybehullásáig. Nagyjából ezen az éven haladtak a választások napjáig, azóta is ezen haladnak, mert szerintük ez fog megkövetkezni a következő években. Én tényleg nem értem azt, hogy nem a KSH adatait, itt is rengeteget beszéltünk számokról, nem a KSH adatait figyelembe véve, hanem mondjuk az Eurostat, IMF. Eurodata. Igen, OECD adatait nézték volna, akkor azért világosan kiderült, hogy 2010 és 22 között, pontosabban inkább 2010 és 2021 között micsoda fejlődés volt az országban, honnan indultunk, hová. Tehát megnézzük, kezdve versenyképességtől át, az, hogy mennyit ér az embereknek a jövedelme most, és mennyit ér 2010-ben. Tehát, hogy ezeket mind megpróbálták eltagadni, és most úgy tűnik szembesülnek vele egyesek, hogy valóban átlettek verve. Átlettek verve, mert valóban nagyon sokan sokkal többet keresnek, mint 2010-ben, és arányaiban is mondjuk kevesebbet kell költeniük energiára, tehát más területen megmarad több pénzük. Tehát, hogy ezekkel jó, hogyha idővel szembesülnek olyan adatokkal, hogy Magyarország lehagyta Szlovákiát, Portugáliát. Ennek azért van gyakorlati része is, ezek nem pusztán statisztikák. Tehát, hogy kézzelfogható eredmény, és amit a hétközben érzékelünk, így van? Pontosan. Tehát nem egészen értem, hogy ezeket mikor fogják vajon ezek a szereplők bevallani, hogy történt itt valódi fejlődés. Mondjuk, hogy ezt bevallanák, akkor az elmúlt 12 éves politikájukat ki kell dobniuk a kukába. Tehát ők még mindig bíznak abba, hogy valamikor valahogyan egy súlyos gazdasági csőddel padlóra kerül az ország, és akkor elmondhatják, hogy bezzeg, nekünk volt igazunk. Én úgy látom, hogy továbbra is ebben reménykednek, de hát erre politikát felépíteni, hogy majd egyszer talán csak lesz itt egy gazdasági súlyos csőd, én abban azért nem lennék annyira biztos. Már most elkezdték ezt a narratíva építést, hogy hát lehet, hogy megnyerte a Fidesz-KDNP választást, na de hát majd bele fognak bukni, hiszen milyen gazdasági csőd helyzet közelében. Aztán talán pont Lendvai Ildikó volt, aki először beszélt erről. Igen, és a kommunikáció, tehát óriási kommunikációs nem hibát követtek el, hanem inkább a munkához való hozzáállása az, ami nem megfelelő az ellenzéknek, mert ahhoz, hogy egy hiteles ellenzéki tömörülést, egy tömbbetű pártot létre lehessen hozni, ahhoz nem lehet kisporolni az apró munkát. Tehát el kell kezdeni szervezkedni, apró alapszervezeteket létrehozni, ki kell termelni egy saját intellektuális bázist, egy háttér, szakembereket kell. Ez évek, ez nagyon-nagyon sok munka. Talán utoljára még talán az LMP volt, amelyik így kezdődött. Inkább talán a Jobbik. Inkább a Jobbik. Hát ők előbb kezdték, mint az LMP. Igen. Ezért mondja, az LMP volt, amelyik talán még utoljára ezzel a módszerrel próbálkozott. Az ellenzéki pártoknak a nagy része viszont ilyen hatásvadász és az ilyen hüllőagyas ösztönökre építő kommunikációban bízik. Ugye egyfolytában ezt a hazug narratívát tolták minden csatornájukon, hogy valóban ez a gazdasági összeomlással fenyegettek Lopaz Orbán, Mészáros lőrinceztek egyfolytában, és ez nem vált be. Valóban úgy tűnik, hogy nem tudnak elszakadni ettől, hiszen megint erre építenek, hogy majd hamarosan egy összeomlás jön, és akkor ezzel el lehet kergetni majd a mostani kormányt. Az ellenzéki több politikusán egy ilyen kis lefagyást érzékelek még az első néhány napban, egy-két hétben. Megint Gyurcsány Ferenc volt a leggyorsabb, ő kapcsolt legelőször, ő tért leghamarabb magához egyébként, amin azért nem csodálkozom, mert már tavaly ősz óta fel volt készülve szerintem erre a vereségre. Meg hát meg is tettek mindent Jakab Péterrel karöltve, hogy Márki-Zay Pétert beletolják ebbe a vereségbe. És Gyurcsány Ferenc volt az első, aki kapcsolt, és ugye volt neki egy ilyen értékelő beszéde, amelyet követett egy Facebook poszt, talán azt hiszem a hét elején, és abban ő kerekperec leírta, hogy itt nem lesz társadalmi megbékélés, tehát gyorsan, még mielőtt valamelyik másik ellenzéki politikus vagy véleményvezér elkezdene gondolkodni és elkezdene újrafűzni a szálakat, hogy ne ezen az úton menjünk tovább, hanem forduljunk vissza, kezdjük máshogy az egészet, ő kijelölt azt, hogy szó se lehet megbékélésről, ellenállás lesz, mert ez a választás, ez nem legitim, ez a kormány, ez nem kormány, és ez szó se lehet semmilyen együttműködésről a kormánnyal. És ennél sokkal érdekesebb volt, hogy arról is beszélt, hogy folytatni kell az egységesülést,
És erről is beszéltünk szerintem többször, én is azt jósoltam, hogy a választások után hamarosan elbúcsúzhatunk szerintem ezektől a törmelékpártoktól, mint a LMP, Párbeszéd, MSZP. Ez gyakorlatilag semmilyen társadalmi támogatottsága nem bíró alakulatok. Már itt beszéltük a műsorban és a választás előtti felmérésben. 1%-okat mutatott nekik az e-benchmark? 1%-2%? Hát, 1-2%. Tehát, hogy ezeket szerintem a DK fel fogja zabálni. Valószínűleg egy Gyurcsány Ferenc olyan helyzetbe fogja őket hozni, hogy vagy belépnek a DK-ba, és létrehoznak egy pártot, vagy pedig, ha ezt valaki nem teszi meg, akkor majd a különféle eszközökkel azt az adott szemét úgymond kicsinálják majd, és semmilyen politikai jövője nem lesz. Ez teljesen bevett dolog szerintem az ő oldalukon, hogyha akár történelmi példát is nézhetünk. Hát ezt láthatunk Márkizai Péteren is egyébként, igen, hogy hagyják rögtön a slamasztikával az embert, a kapitányt. Ugye, a kapitányt. Mit szóltok ahhoz a gyászmunka azon részéhez, ha lehet így fogalmazni, és szeretek így fogalmazni, mert nagyszerűen plasztikusan kifejező, hogy mit kell most az ellenzéknek, hála az Istennek, véghez vinnie, ami a szembenézésnek azon részét illeti, hogy senki nem vállalja olyan módon a felelősséget, hogy pártvezetőként lemondjon. Tehát mindenki rögtön biztosította a saját híveit és saját szimpatizánsait arról, hogy tulajdonképpen ők mindent remekül csináltak. Ezen az útvonalon kell tovább haladni, amihez egyébként én támogatólag szeretnék, ha nem is hozzájárulni, de biztosítani őket a e felé a bizalmamról. És senki, még egyszer mondom, nem mondott le, föl sem merült, mit tudom én, se az MSZP társelnökei, Tóth Bertalan, Kunhalmi Ágnes, és most felsorolhatnánk mindenkit, de nem tesszük, mert drága az időnk ehhez. Mennyire lehet ez hiteles az ellenzéki szavazóknak? Azok után ráadásul, hogy azok az ellenzéki szavazók, amelyek ugye 1 millióval majd, hogy nem kevesebben jelentek meg a szavazóurnáknál, vagyis hát nem is kevesebben, de legalábbis nem az ellenzéki összefogásra adták a szavazatokat. Tehát, hogy nem is tudom, ki fogalmazott így, de hogy ami újfent bebizonyosodott a 22-es választásokon, hogy kormányváltó hangulat biztosan nincs, de ellenzékváltó hangulat továbbra is erősen. Hát az ellenzéki pártok nem nincsenek könnyű helyzetben. Valamelyik elemző nyilatkozott szintén az, hogy ha mindenki benyújtotta volna a lemondását, akkor gyakorlatilag igazából nem, nincs, akit meg lehetne választani a jelenlegi vezetők helyett. Mert nem, gyakorlatilag mindenki... nem is tudna már bárki beugrani a helyükre. Hát most gondoljuk el, hogy amán én például, amióta Tóth Bertalan az MSZP elnök, én még őt megszólalni nem hallottam igazából. Kunhalmi Ágnes néha megszólal, de... De egyszer, Tóth Bertalan egyszer megszólalt egy példa, amikor azt mondta, hogy ők nem háromharmadot szeretnék közben, hanem az egész. Csodálatos. Jó, de tényleg van egy Tóth Bertalan szép mondás, igen, amikor ugyanazt a felszólalást olvasta fel a 2018-as költségvetéshez, amint a 2017-eshez. Tehát az szó szerint ugyanaz sikerült. Olyan jól sikerült, hogy elmondja még egyszer. Mindegy, szóval, és arról beszéltek, hogy igazából kire lehetne ezeket az embereket lecserélni. Az már tény, hogy ízlés szempontjából jól nézett volna, hogyha lemondanak, mert utána még újra lehet őket választani. De nincsenek könnyű helyzetben. De ebbe is Gyurcsány Ferenc járt az élen, aki elmondta, hogy hát igazából nem neki kéne lemondani, hanem inkább mindenkinek kéne ugye Gyurcsánnyá válnia. Erről is szólt. Zsösszi Gyurcsánya, hogy elmesélt, hogy egy fiatal lány vagy fiú nem tudom, átadott neki egy kitűzőt. Csodálatos. Tehát, hogy például vagy képzeljük, hogy Jakab Péter helyén ki lenne a jobbik elnöke, mivel gyakorlatilag mindenkit lemészárolt, akinek hát egy 50-es, 60-as nem a jobbik újja volt a pártban. Igen. Jó, hogy a jobbikot felhasznál egyébként szóba, mert ez egy tök jó példa erre, meg Jakab Péter is, hogy a lemondásról szó sem lehet. Hát nem is az volt a cél, hogy itt politikai sikert arassanak, hanem, hogy mondtam a múltkori adásban, és még négy év parlamenti képviselői hely, még négy év bizottsági elnökség, vagy bizottsági tagsági pozíció, és az ezzel járó összegek. Tehát a Jobbik, mint párt például, gyakorlatilag szerintem, ez nem is párt már, hanem egy ilyen... Egy gazdasági társaság, és a parlamenti képviselők mondjuk ilyen elnökségi tagok, Jakab Péter a ügyvezető igazgató, a pártagok pedig ilyen közgyűlés lehetnek nagyjából. Ugye Jakab Péter megkötötte a maga bizniszét Gyurcsány Ferenc, és ezt se jól kötötte meg egyébként, hogyha elnézni. 25 képviselő helyük van. Most, kötött jó bizniszt valaha Gyurcsány Ferenc? Hát, ki volt az, akinek sikerült a saját érdekét? Hát egyáltalán nem, ugye, és megkapták a üzlet keretén belül a legnehezebb körzeteket a jobbikosok. El is bukták sorra. Tehát egyetlen képviselők nincs, aki bejutott volna.
Igen, de mondjuk kaptak nyerhető körzeteket. Egyébben nem nyertek, így van. De jól mutatja az, hogy kaptak nyerhető körzeteket alapvetően. Én is azt gondoltam, hogy bevallom őszintén, én nem gondoltam volna azt, hogy a Fidesz nyerni tud Dunai városban. Nem gondoltam volna, hogy a miskolci körzetet megnyerik, amit a avasi lakótelep pett is magába foglaló körzetet. Tehát én sem gondoltam, hogy ezeket a Jobbik el fogja veszteni. Az, hogy falusiasabb területeken nem fog a Jobbik jelölt jelenni, abban inkább biztosabb voltam. Valószínűleg az ottani jobbikos jelölteknek az elutasítottsága elég magas lehetett, és akik korábban ezekben a körzetekben a Jobbikra szavaztak, Miskolcon azért elég sokan, azért Dunaújvárosban is azért tudott nyerni az egyéni jelöltjük 2018-ban, mindenféle más párt támogatottsága nélkül. Tehát valószínűleg ezek a szavazók azt mondták, hogy hát a Jobbikot még elfogadjuk, arra szívesen szavaztunk volna, de így, hogy mondjuk Gyurcsány Ferencet kapjuk cserébe, ez már sok volt nekik. No, hát egy kicsit még azért latolgatjuk a második fél időbe is a választásokat, de már fogom mutatni képeket is, ugye, hiszen azért erről is szól a műsorunk, úgyhogy a reklám után jövünk vissza. És ez mindig a számok és tények, folytatjuk a beszélgetésünket, ahol még egy picit elemezgetjük az ellenzéki gyászmunkát, de tényleg most már csak az utolsó etapját ennek a témának vegyük elő. Ez pedig az, hogy alapvetően ellenzéki véleményformálóktól lehet minden egyes vesztes választás után elolvasni, hogy jó, most már végképp kiderült, hogy például Gyurcsánnyal teljesen biztos, hogy nem mehet az összefogás, Gyurcsánynak el kell tűnnie a közéletből, de ha nem is tűnik el, akkor is a jövendő ellenzéki összefogásnak nem lehet tagja Gyurcsány Ferenc. Majd, ahogy közelednek a választások, akkor ugyanezek a véleményformálók elmondják, hogy na jó, még utoljára el kell fogadni, hogy Gyurcsány Ferenc benne van ebbe a közös listába, de hogyha majd végre megnyerjük a választást, mondják ezt ők, akkor majd újra lehet rendezni a szerepeket, de most még hát ilyen az élet, nincs mit tenni, szükség van a DK adta szavazatokra, és tulajdonképpen ebben az ördögi körben mennek folyamatosan. Tartsa meg a jó sorsa, jó szokásukat, véletlenül se hagyják ki Gyurcsányt, mert a kétharmad nagyon kedves nekünk. Ugye talán még utoljára, aki komolyabban tenni akart ezzel ellen, mármint hogy Gyurcsányt valamelyest kinyomják az ellenzéki összefogásból. Jól emlékszem, hogy Botka László volt, aki ugye még annó 18-as a választásokat megelőzően majdnem miniszterelnök jelölt lett, és ugye ő vetette föl, hogy az ellenzéki közös listán nem lehet ott a helye Gyurcsánynak. Mindemellett viszont azt látjuk, hogy Gyurcsány ágaskodása, ami az ambícióit illeti, hogy ő szokta ezt mondani, továbbra is eléggé a tetőponton van. Ezt észrevettük mind a választási vereségértékelésében, mind az azóta tett megnyilvánulásaiban, akár szóban, akár írásban, és hát mint ahogy ez senkinek nem meglepetés nem okozott az elmúlt évek tendenciáit elnézve, a DK a legerősebb ellenzéki párt. Ilyen módon meglehetősen nehéznek tűnik, hogy kihagyják bármifajta együttműködésből is. Mi lesz a Gyurcsány problémával az ellenzéki oldalon? Megint ugyanaz, amit az elején vázoltam, hogy elmondja mindenki, hogy vele nem fog menni, majd vele fognak neki futni a következőnek is. Vagy látok arra esélyt tényleg, hogy ezután, ahogy ugye miniszterelnök úr is fogalmazott a győzelem éjszakáján, hogy már mindenhogyan elverték a kormánypártok az ellenzéket, hogy most már tényleg megemberelik magukat, és esetleg Gyurcsány nélkül futnak neki? Magam nézőről kizártnak tartanám, hogy lenne annyi bátorságok, hogy megszabaduljanak a Gyurcsánytól az ellenzéki oldalon. Lett volna rá 12 év. 12 év alatt nem termelődött ki egy olyan ellenzék Magyarországon, ami gyurcsánymentes lenne. Tehát ez a számomra döbbenetes az, hogy egyetlen egy szereplőben se volt az a bátorság. Mindenki csak elkezdte Mesterházi Attila, még emlékezzünk vissza, hogy szakított vele, és azt mondta, hogy nem. Lezárjuk ezt a korszakot. És hol van azóta Mesterházi esetében? De igazából Mesterházi esetében én inkább a problémát a kitartásba láttam. Ott is a kitartásra volt a probléma, egyszerűen mindenféle véscsengő és mindenféle bitószalonokra nem kellett volna hallgatnia, és akkor könnyen lehet, hogy 2014-ben elő tudott volna állítani egy olyan választási eredményt, ahol egyrészt van egy nagyon erős MSZP,
és valószínűleg van egy küszöb alatti DK. Mert én azért nehezen tudom elképzelni, mert továbbra is látom azokat a számokat konkrétan, hogyha mondjuk a választási részvétel elmegy ilyen 70-75% környékére, 2018-ban majdnem kiesett a DK. Nem sok szavazaton múlott. 5 egész valamennyi. Igen, azt hiszem 5,4 volt. Igen. Igen. Tehát, hogyha mondjuk van egy éles politikai verseny, és van egy olyan ellenzék, ami mondjuk sokak számára alternatíva, mert már nincsen benne Gyurcsány, akkor könnyen lehet, hogy a részvétel olyan magasra fölmegy, hogy egyszerűen matematikailag kiesik. Hiába van egy erős, elkötelezett tábora a DK-nak, egyszerűen nem fogja tudni átvinni a küszöböt. De nincs egyszerűen bátorság, erre egyike nem volt eddig egyetlen ellenzéki szereplőben, sem Esterházyban, se Botkában, mert ő is végül is elesett, még mielőtt elkezdődött volna a harc gyakorlatilag. És ugyanígy járt például Vona Gábor is, aki képtelen volt, ő is képtelen volt kiszorítani a baloldali riválisait a politikai térről. Úgyhogy ennek fényében az, hogy most milyen szereplők vannak az ellenzéki oldalon, hát nagyon meglenék lett, hogyha lenne bátorság az, hogy Gyurcsánynak nemet mondjanak. Hát szerintem Gyurcsány akkor fog kiesni a politikából, amikor ő akar, lehet az ellenzéki térféren. Nincs karizmatikus. Talán tényleg valóban Vona volt az utolsó, akinek lett volna erre esélye, hogy meghatározó figurává váljon az ellenzék két tömbben. Ő például, de ő is megbukott erkölcsileg, és számomra mindenféleképpen 2016-ban volt, amikor igazából egy államférfivel válhatott volna, a nemzet érdekét szem előtt tartó államférfivel válhatott volna. Emlékeztem, még akkor volt 16-ban egy parlamenti szavazás a kvóta, kötelező kvótával kapcsolatban, és akkor volt egy ilyen személyes magánmegbeszélgetés Orbán Viktorral, ahol a miniszterelnök próbálta meggyőzni, hogy szavazzon ő is úgy, ahogy a kormánypártok, hogy egy erős felhatalmazással tudjon kimenni a magyar kormány tárgyalni Brüsszelbe ez ellen a terv ellen, és akkor azt mondta, hogy nem. Tehát a párt politikai érdekeket a nemzet érdekei fölé helyezte, és azt gondolom, hogy ez is megbosszulta magát vele a személyével kapcsolatban, mert ekkor váltott volna valóban egy nagy államférfivel, de megmaradt egy pártpolitikusnak, aztán persze láttuk, de talán akkor már lehet, hogy Simicska hatása alatt is volt részben, és ez is megúsztotta az ő karrierét. Mostanra pedig hát remek ötletei vannak, meg remek gondolat, olyan sokszor egyébként jól látja az igazságot az ellenzékkel kapcsolatban, de hát második reformkor alapítvány, ugye jól mondom? Így van. Ő volt, aki megúsztatta először a Jobbikot, és aztán került egyre lejjebb. És mostanra viszont a Jobbik és a DK helyet cserélt támogatottságban a parlamenti helyeket is tekintve. Igen, anélkül tényleg, hogy különösebben dicsérnénk Vona Gábor, de hát azért mindig utóbb derül ki, hogy egy-egy korábbi garnitúrában mennyivel komolyabb politikusok is voltak, hiszen azért azt mindig megjegyezhetjük, hogy egyébként Jakab Péter azt mondta, hogy nem csinál magába bohócot, ha nem sikerül Orbánt elszámoltatni, akkor lemond. Hát láthatjuk, hogy ebből mi lett. De hogy visszatérjek Vona Gáborhoz, ő valóban, miután 2018-ban nem tudta győzelemre vezetni a Jobbikot, valóban távozott a politikai életből. Totálisan ledominálta már egyébként szerintem Gyurcsány az ellenzéket. Tehát még hogyha lenne is karizmatikus, akár egy értelmiségi, vagy bárki ilyen közszereplő az ellenzéket, aki fölemelhetné, kidughatná fejét a tömegből, azt egyből levágná. Főleg mivel a parlamenti politizálást és a anyagi eszközöket, infrastruktúrális eszközöket így dominálja gyakorlatilag a DK, mert ő van benne a parlamentben. Azt meg én nehezen tudom elképzelni, hogy a parlamenten kívülről valahogy kiemelkedne egy új ellenzéki erő. Nulla infrastruktúrális támogatottsága, nulla anyagi háttérrel. Ha meg kiemelkedne egy ilyen, akkor valószínűleg hamar kiderülne, hogy milyen összefonódások vannak különféle álcivil szervezetekkel mondjuk. Talán erről nem beszéltünk az elmúlt héten, de ha igen, akkor javítsatok ki. Ugye tudjuk, hogy a népszavazás érvénytelen lett. Ugyanakkor elképesztő számban voksoltak nemmel, a feltett kérdésekre, a gyermekvédelmi népszavazásról van szó természetesen. Az emberek, és ahogy egyébként miniszterelnök úr is ugye a nemzetközi sajtótájékoztatóján talán egy héttel ezelőtt megjegyezte, hogy különösen kutatja és szereti megtalálni azokat a témákat, amelyek átnyúlnak a politikai preferenciákon, és mint ahogy mondjuk a kvóta népszavazás is egy kifejezetten ilyen téma volt, úgy most is látni lehetett, hogy jóval többen szavaztak nemmel, akkor is, ha érvénytelen lett, sajnálatos módon, tehát jóval többen szavaztak nemmel a feltett kérdésekre, mint amennyien egyébként a Fidesz-KDNP-t támogatták. Dacára annak, hogy mint a harmadszorra mondom el, tehát most már mindenki meg fogja érteni, érvénytelen lett a népszavazás sajnos. Mit szóltok ennek az eredményéhez? Mit lehet ezzel kezdeni? Egyáltalán
a jövőben mi várható, ettől függetlenül, hogy mi lett az érvényessége? Szerintem, ami 92%-os lett a nemeknek az aránya, hát mindenféleképpen irányadó. Tehát még ha nem is lett érvényes a népszavazás, de hát egy komoly tömeg szándékát és véleményét kifejezi, tehát mindenféleképpen irányadó a jövőbeli lépéseinkkel kapcsolatban. Ugyanakkor elég aggasztó a számra. Nem tudom, hogy ki volt a keci brahiból tette, de azért volt 140 ezer ember, aki igennel szavazott. Hát gondolom azért, nem felmenteni akarom őket, de nyilván elsőprő része trollkodás volt. Hát, nem látom magam előtt aggasztó. Azt a tömeget azért, tehát elég elmebeteg emberek vannak, de szerencsére azért azt a tömeget nem látom, aki valóban egy igennel válaszol egy olyan kérdésre, hogy támogatja a gyermekek átműtetését. És ha még minden igaz, akkor azt is megegyezte Orbán Viktor, hogy többen szavaztak nemmel, mint korábban a népszavazásokon bármilyen feltett kérdésre. Ez így van. Szerintem az országgyűlés még a mostani tavaszi-nyári ülés szakán szerintem fog elfogadni ezzel kapcsolatos törvényeket, hogy a korábbi népszavazások esetében is történt. Ez egy olyan mért tömeg valóban, hogy többen szavaztak most nemmel, mint olyan az uniós belépésre, többen szavaztak nemmel, mint olyan a NATO-tagságunkra. És az igazsághoz tartozik, szerintem ennél még egyértelműbb eredmény lett volna, hogyha nem tör ki a háború. A háború miatt gyakorlatilag ez a kampány téma, és a különféle szélsőséges eseteknek a bemutatása elmaradt. Valaki be is mutatta őket, ott esetben mi az Origón is gyakorlatilag annyira le lett pozícionálva ezeknek a cikkeknek a helye, hogy már nagyon kevés embert értünk el vele. Tehát, hogy a háború ez teljesen kiszorította ezt a témát végleg. Hogyha nem tör ki a háború, szerintem azért nagyon sok példa van az, hogy mi zajlik nyugaton ezeken a területeken. Erről most gyakorlatilag a Fidesz se tudott a kampányban nagyon beszélni erről, nem is volt rá nagyon tere, a háború ezt a témát is kivitte, és ennek ellenére mondom azt, hogy ennek ellenére érdemes nézni, hogy milyen nagy eredmény ez a 3,4 millió, vagy 3,5 millió nem a különféle kérdésekben. Szerintem ez egy nagyon jó eredmény, remélem, hogy a országgyűlés törvényi szinten majd ezt szabályozni fogja. No, de térjünk akkor rá valamelyes jobban az aktualitásokra, és nézzük is meg az első ábránkat, ugye, ami alapvetően azzal foglalkozik, hogy milyen ellenzéki munka várható ugye 2022-től a parlamentben, és akkor ezúttal is hadd mondjam el, hogy köszönjük a számok és adatok csapatának mind a képek elkészítését, mind a hozzájárulását a munkánkhoz, és keressék fel őket, mind a Facebookon, mind az interneten. Szóval láthatják, hogy ugye a Momentum már döntött arról, egy sajtótájékoztatót tartott pár nappal ezelőtt Fekete Győr András és Hatházi Ákos, amin elmondták, hogy nem vesznek részt az alakuló ülésen, és ebben azért finoman fogalmazva megint csak nincs összhang az ellenzéki pártok között, hiszen ugye Ungár Péter talán ezt így nem mondta ki, de minden esetre arra utalta a nyilatkozata, hogy ilyen bóckodásnak tartja ezt, tehát hogy nem nagyon érti, hogy mi értelme van ennek az egésznek, hogyha egyszer úgyis amúgy be fognak ülni a parlamentbe, tehát ezeknek a látszat jó emberkedéseknek saját maguk részéről szerintem eléggé megmutatta a mögöttünk lévő választás is, hogy mekkora társadalmi felhatalmazása van és érdeklődés rá. Szóval mi várható? Mert ugye már nem nagyon politikai szereplő, de hát azért még emlékszünk rá, ugye, aki az együtt alapítója volt, ugye Juhász Péter. Tehát már hihetetlen ezek az embereknek a nevei elmosódnak szinte. Tehát Juhász Péter is bejelentette, hogy aki beül a parlamentbe, az gyakorlatilag a NER részévé válik, és gyakorlatilag kollaboránsá az Orbán rezsimmel, tehát utcai ellenállást kell folytatni, ami hát egy-két egész érdekes BTK-s tényállást is talán megvalósít. No, de milyen ellenzéki politizálás várható? Mennyire fognak szavakban ellenállni? Mennyire számítotok arra, hogy lesznek különféle parlamenti bohóckodások, hajcihők, amik ugye főleg az előző ciklus első felét jellemezték, aztán kicsit alább hagytak vele, de az első felében azért bőven voltak. Mennyiben fog változni az ellenzéki politika, ha ugyan fog? Könnyen lehet, hogy itt több ágra fog szakadni az ellenzék, mert jól láthatóan a Momentum, mivel nincsenek túlságosan új ötleteik, gyakorlatilag egyből Hatházi Ákosnak a teljesen légből kapott dolgait kezdték el fölvenni, és abba bízva, hogy ez mennyire népszerű lesz majd. Hát valóban valamilyennyire népszerű Budapesten pár választókerületben ez népszerű, de hogy azon kívül mit lehet ezzel elérni, azt nem tudom meg. Másrészt pedig én azért a Momentum helyében elgondolkoznék azon, hogy azzal a Hatházi Ákossal közösködnek, aki például úgy nyert egyéni körzetet, hogy soha semmilyen ügyben
például nem áll ki Zuglóért, és nem tesz semmit a választókerületért. Állítólag egyszer jelent meg a választókerületben az egész választás idején, valószínűleg nem is fog foglalkozni a választókerülettel. Gyakorlatilag egy ilyen szavazatnyerő automataként tekint Zuglóra, ahol azt gondolja, hogy ő mindig, most már valószínűleg örökké nyerni fog, mert olyan a választókerületnek a szociológiája. Én azért itt is meg, hogy Borbély Ádám egyébként nagyszerű eredményt futott ahhoz képest, hogy Zugló finoman szóval nem egy kormánypárti hely, kihozta a maximum. Én nagyon bízom benne, hogy ez a fajta politizálás, az embereknek az ilyen mértékű lenézése, ez vissza fog ütni idővel. És ezt azért mondom, mert nézem, azoknak a fideszes politikusoknak a tevékenységét, akik nagy fölénnyel nyertek most a választáson, és azt látom, hogy véget ért a választás, de ugyanúgy ott vannak a bejegyzéseik, mennek a nem tudom, menne az egyik képviselő, megy a kis településre, újabb dolgot bejelentenek, találkozik a polgármesterrel, újabb problémák kerülnek az asztalra, tehát láthatóan nem, úgymond nem egy szavazatszerző automataként tekintenek ezekre a helyekre, hogy ők ezt megnyerték, és ez most már az örökké az övék lesz. Mert szerintem ők is tudják jól, hogy ha így állnak hozzá, akkor valószínűleg 2026-ban ők is egy hatalmas pofonba szaladnának bele, annak ellenére, hogy most milyen nagy fölénnyel nyertek. Úgyhogy bízom benne, hogy Hatházinak ez a politikája vissza fog ütni, hogy ennyire ostobának nézi az embereket. Én csak egy utalja tényleg erre, hogy mekkora melót is végeznek azok a kormánypárti képviselők, akik megnyerték a választó kerületüket, csak hogy Szüke Pátriánra utaljak, Baranya megyére, a szigetvári körzetben Nagy Csaba a 60% fölötti eredménnyel nyert ő is. Nem vagyok ebben sem teljesen biztos, hogy javíts ki, nem így van, de azt hiszem, hogy ez a választókerület a legtöbb települést magába foglaló. 100 valamennyi település van, tehát egészen elképesztően nagy, nyilván ezek alapvetően kis apró falvak, és számos polgármester nyilatkozatát, elbeszélését láttam az elmúlt hónapokban, akik ebben a választó körzetben irányítják a falvakat, legalább 30-40, de talán többet is, és mindenki elmondta, akár politikai hovatartozásra függetlenül is, hogy valami fejlődés minden helyen volt. Akár csak egy falubusz, akár csak egy felújítása a közösségi épületnek, de hogy nem volt olyan település, ami ne fejlődött volna az elmúlt 4 éven, pedig ugye ez a választókerület, hát sajnos egy eléggé elmaradt része az országnak. De mi gyorsan még a Szigetvár kapcsán pont egy elemzésben olvastam, hogy ez a választókerületet nem értik úgymond a elemzők, mert itt óriási volt az ellenzék vesztesége 2018-hoz képest, hogyha összeadjuk egyenként a kis pártokat, akkor most ilyen 50-70%-os visszaesés volt ellenzéki oldalon ebben a választókerületben, miközben ugye, ha nincs ez a visszaesés, akkor jóval-jóval szorosabb eredmény lett volna, de... Ezt is ilyen csatatérkörzetnek tekintették, amit hozni kell, ugye? Abszolút, és úgy tűnik, hogy ezzel a kis apró helyi munkával gyakorlatilag az ellenzék előnyét, vagy nem csak előnyét, hanem mondjuk a szűk vereségét sikerült eltüntetni, és egy óriási, ahogy te mondtad, 60% fölötti eredményt elérni. Ó, hát jó sok minden elhangzott, nem is tudom, hogy melyikre reagáljak. Kezdem akkor Juhász Péterrel. Ugye Juhász Péter azt mondta, a legfontosabbra kezdett, látszik, megragadtad a lényeget. Megragadtam én. Tehát Juhász Péter ugye azt mondta, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy aki beül a parlament, az a NER részévé. Valami hasonlót nyilat. Tehát a Juhász Péter vagy a tudomása, hogy aki a választásokon elindult, az is a NER része ezek szerint, mert hát a hatályos törvények szerint és a alaptörvény szerint indultak ezek a pártok a választásokon. Tehát ezt tudomásul kell vennie. Amit a Momentum, amely most készül, hogy nem vesztek részt, hát Hatházi Ákostól fúj a szél. Ugye ő volt az, aki 4 évvel ezelőtt szintén nem tette az esküt, hanem egy héttel később talán. Azt mondtam, hogy nincs annyi bátorság benne, hogy akkor abszolút nem teszi le az esküt, akkor megszűnik a mandátum, és nem veszi fel a NER-től a pénzt. Így van, pontosan. Miért nincs annyi bátorság benne? Pontosan ezért nem, tehát most ez csak egy ilyen... Bátorság, ez egy Hatházi Ákos. És aki ezt jegyezzük meg, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de az egy Hatházi Ákos az, aki gyakorlatilag minden politikai közösséget már elárult, aminek része volt, tehát a Momentum fölkészülhet a következőre 1-2 év múlva. Tehát pontosan ezért mondom azt, hogy ez egy kutyakomédia, és semmi értelme nincsen neki. Ha most nem is teszik le az esküt, és így demonstrálnak, hogy ők nem vesznek részt az első alakuló ülésen, akkor majd később le fogják tenni. Mégpedig azért, mert ők megélhetési politikusok, és a pénz számít, a havi jövedelem, a havi bevétel az államtól, ez számít nekik. Ez abban is nagyon jól megmutatkozik, például emlékezzünk vissza arra, amikor Kövér László házelnök úr elkezdte kiosztani a vaskosabb büntetéseket
Szabó Tímeának. Hatásosak Bencének, voltak, hát ebbe kell jegyezni. Valahogy megváltozott. Megváltozott. Nem voltak már annyira harciasak, nem voltak már annyira offenzívek. Ebből is látszik az, hogy nekik a zsebük fáj. És mivel a zsebük fáj, nekik nyilván föl fogják venni a mandátumot. Bár most például a Momentum valószínűleg elkezdi ezt a politizálást, mert elsőre ugye még nem ilyen büntetések lesznek, hanem mondjuk csak nem szólhatnak hozzá egy adott ülésen, egy ülés napon belül. Utána jön a pénzbüntetés, először mondjuk pár százezer forint még, de valószínűleg ezt el fogják ők is játszani. Egyébként érdekes, hogy milyen pozíciót fognak fölvenni az ellenzéki pozíciót, ahogy mondtad az előbb, valóban 2018 után gyakorlatilag minden petárdát eldurrantottak, mert ugye ősszel volt az MTV a ostrom, utána obstruáltak a parlamentben, tehát nem tudom, mit tudnak kitalálni még, hogy mivel lehetne az ő jelenlétüket felmutatni. Meg hát meglátjuk, hogy milyen törvényekről fog dönteni az országgyűlés, mert alapvetően ugye jól tudjuk, hogy olyan átfogó nagy törvényekre nincsen szükség, tehát nem az van, mint 2010-ben, hogy új alaptörvény kell, és hogy az egész gazdasági rendszert átalakítani, tehát hogy ilyen törvényekre senki ne számítson a következő 4 évben, amiből ilyen szintű botrányt lehetne csinálni. Na most igen, és ezt mi nem beszélt, egyik csak a baloldali jelenzékről beszéltünk a Fidesznek, most beszélünk a jobb oldalról is egy néhány ott, ha lehet, és ott fog kiderülni, hogy a mi hazánk az valójában mi is. Tehát, hogy konstruktív ellenzéke lesz a Fidesznek, vagy és tényleg valóban ők is képesek hazafiként Torockai László például felülemelkedni a politikai érdekeiken, a pártpolitikai érdekeiken, vagy valóban a nemzeti érdekét fogják nézni. Lesz megint centrális erőtér? Felépülhet újra? Hiszen erről is beszéltünk már egy pár alkalommal, de hát ugye megint csak azt tudjuk megegyezni, hogy van egy jobb oldali ellenzék, van egy bal oldali ellenzék. El lehet megint kezdeni azt a politikát, amit gyakorlatilag 2010 és 2018 között a kétharmadot biztosította? Akkor lehetne centrális előtér, hogyha mi hazánk képes lesz egy olyan fajta határozott, de konstruktív ellenzékiséget nyújtani, amivel az ellenzéki szavazóknak egy jelentős, nem is jelentős, de mondjuk egy 10-15%-át megszólítják, és akkor jelenlegi 6 mellé adódna még 10-15%, és akkor olyan 20% körül lenne. De képesek tartod erre a mi hazánkat? Tehát, hogy meg tudjon még szólítani annyi számú embert? Mondjuk a Jobbikból le tud még szalámizni szavazókat? Vagy már csak azok maradtak ott, akik nem tudják? Én egyelőre azt mondom, hogy ez a 6 ember, ez meglehetősen kevés. Ne felejtsük el, hogy amikor 2010-ben a Jobbik bejutott, ők mégiscsak körülbelül emlékeim szerint olyan 50-55 képviselővel voltak jelen az országgyűlésben. Tehát az egy jóval nagyobb... De nagyobb parlament is volt. Meg nagyobb parlament is volt, de jóval nagyobb erőt úgymond képviselt, és jobban látszott, hogy a baloldali ellenzék mellett számbelileg is ugyanannyian vannak, mert akkor még csak úgy az MSZP volt. Még most ugye azt fogjuk látni, hogy még van, most azt látjuk, hogy van a Fidesz és a KDNP, és ilyen sok-sok kis törmelékpárt. Tehát, hogy ebben a felállásban ők hogy tudnak kiemelkedni, nagyon kíváncsi vagyok én is. Én egyelőre nem látom azt bennük, hogy ilyen 20-25%-ra erősödjenek. No, hát a következő adásunkig valószínűleg azért nem alakul meg az új kormány, és nem lesz meg az alakuló ülése a parlamentnek is, de azért akkor is lesz, miről beszélnünk. Most talán már elengedhetjük a választások témáját. Eléggé jól körbejártuk, de mindig olyan jó visszautalni rá, hogy ez egy újabb kétharmad. Úgyhogy köszönöm nektek a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet, jövő héten is számok és tények, viszontlátásra.